A Szabad Színház is különleges eseménnyel készül a Magyar Kultúra Napjára. Január 21-én, pontban 18 óra 23 perckor egy közös éneklésre vár mindenkit az Igéző, a Hungarikum együttes közreműködésével. Egy villámcsődület eseményére várjuk a Székesfehérvár belvárosában sétálókat, hiszen a Magyar Kultúra Napja a himnusz ünnepe. 18 óra 23 perckor kezdődik egy ilyen közös fohász tulajdonképpen, amelyet Kölcsei verséből, himnuszunkból kölcsönöztünk, az a címe, hogy hozz rá víg esztendőt. A szombati flashmob egyben a Szabad Színház jubileumi évének megnyitója is lesz, ugyanis fennállásának 65. évfordulóját ünneplik a társulat tagjai. Ennek alkalmából egész évben számos színes program vár majd mindenkit. Ezek mindegyike kreatív inkább, közösségfejlesztő, közösségbevonó, és hát feltétlenül egy nem szokványos, ha úgy tetszik, alternatív módon megvalósítva, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a körülöttünk lévő, a környezetben lévő helyzet, az most nem arra inspirál bennünket, hogy nagy, látványos, sok forrást igénylő rendezvényeket csináljunk. Egyebek mellett először rendezik meg Székesfehérváron a Petőfi életéhez kötődő fesztivált, amely június 8-ától 10-ig tart a belvárosban.